a tömeg. Igaz, hogy nem figyelsz rá annyira, de mégis benned, ha tudod, hogy rengetegen néznek és teljesítened kell. Pontosan, egy kicsit lekésve, de snitch játsza majd. Greymane-t, JPL hozza variant, mene, Falstadot. Hamar elkapcsoltunk, ne arra, hogy egy kicsit lemaradtunk a bemutatással. És oda át pedig a Gale Force-nál Corrin lesz Leeming, Brightwing személyében Akaface, Abatur, Michel Dunal, Fane lesz ismét Zeratul és Equinox Muradin. Igen, jó az a Muradin, RTC-t nem érezte az előző meccsben. Mike-ról azt kell tudni, hogy neki ez az igazi neve is. Tehát ő valóban Udál. Ő nem igazán gondolkodott a neveken. Csak szépen tisztán. Például a Dignitas megpróbál adni egy turetet lentről, de a Gale Force-ra is sem van, és ez nem jön össze nekik. Hát volt egy döntés, hogy ezt a tornyot elhozzák, de úgy tűnik a Gale Force ezt nem nagyon akarta hagyni, és tökéletesen meg is védték, igaz, csak fél HP-ra került. És elkezdődnek a szókolások a top lane-en. Dehaka ellen lesz Leeming, amíg egy 3v3 mid lane-en, már hogyha lehet 3v3-nak nevezni ugye Zeratul és Abatur személyét, de Equinoxot ott is hagyják 3v1-ezni. Viszont Fan gondolkozik, hogy merre kéne menni, de egyenlőre maradni, igen, nem megy el genkelni, talán megpróbálják snitchet elkapni, ahogy nézem. És érkezik a genk, érkezett Akaface is hill-el. JPL maradt hátul, de végül kijön és Equinox nem ment túl mélyre, ki tudott ugrani. Így csak megkóstolta egymást a két csapat. Hát volt egy kis erőfitoktatás, egy kis előfelmérés, mire számítsunk. Úgyhogy megy minden tovább a megszokottól, és igen, Akaface-t ott hagyják szólózni. Ugye tökéletesen jó lesz arra, hogyha esetleg be akar majd lakozni egy... Ellenben viszont Equinox egyedülképpen volt három Dignitas játékossal szemben tartani a lane-t, és el is vesztettek egy töretet, ezzel kisebb XP hátrányba kerülve. Top lane-en viszont úgy nézem, hogy azok küldték azt a Leeminget. Ez is köszönhető annak, hogy egyre több az XP hátrányuk. De ha tökéletesen hozza azt, amit hoznia kell. És már is megvan egy camp. Regal Greymane instant rárombolt a mercenary campre. Viszont érkezett a válasz a Gale Force-tól, ők is Han és Abasur indított el a lenti mercenary campet. Viszont nem tesz a tribute, úgyhogy lényügyileg a Dignitas kerül egy kicsit rosszabb helyzetbe. Lehet, hogy ezt az első tributot a Gale Force 1-1-be el is engedi. Equinox próbál zavarni, érkezik Fana is, ő Fan. Fana ugye más. Viszont a Dignitas all in itt van, ugye mindenki ide pozícionált, leszámít a Falstadot. Amíg, hát mondjuk úgy, hogy a Gale Force ugye 3v4-ben van. Leszámítva azt, hogy Abatur ott van valakinek a fején, de hát ő nem számít annyira komolyságnak még itt az elején. Igen, ezt el is engedik a Dignitas-t. JPL próbálják meg kikapni, de Fan túl mélyen bent van, és Fan el is esik. Így a Dignitas megszerzi az első ölést, és tovább üldözik Akaface-t, és ő is hal 2-0 a Dignitas javára. És még Equinox-at üldözték egy kicsit, de ő azért már ki tud jönni. Nagyon-nagyon mélyre ment ott Fan, egy kicsit elszámolta magát. A Dignitas elhoz egy újabb kempet. A déplénen Baker is snitch indítja el, de tökéletesen kiszámolva mindenki csapat részére a Gale Force is Equinox és Fan személyében indítja a saját oldalukról. Miközben érkezik a következő tribute. Bakery pedig
Baker pedig elkezdte szedni, de PL most kisebb bajban volt. Így már ezzel megnehezítve azt, hogy ez a tribute hozzájuk kerüljön. Equinox elkezd zónázni, a Vision-t is átveszik. Megpróbálja elcsenni a tribute-ot, de Zéla nem hagyja. Viszont középen nem figyelt Mike, és Falstad levadászta. Ezzel ember hátrányba kerültek. Igen, ezt látják és át is adják. Egy szint. Kobator nélkül nehezebb volt. Fan is, mert... egész szinttel vezet a Team Dignitas XP ügyileg. Kezd lemaradni szép lassan a Gear Force. Nem tett jót a basszúrnak, hogy nem figyelt oda. Az mi az a... jó, ezt hirtelen nem értettem Snitchnek a instant ráugrását a bossra két emberrel, viszont Abatur felfedezte őket, hogy úgy mondjuk az aknával, és Equinox egyből reagált rá, ott is hagyták. Van, viszont lentre orientálódik a Gale Force, talán megpróbálják betolni, mert tudni, de közben a Dignitas Force Snitch és Bakery indítja az új bolyát. Botlane-on akarnak egy kisebb push létrehozni, ugye a Force-osok. Most indul el a Dignitas, próbál reagálni rá. Ne tartja föl őket, de itt nem lesz semmi. És botom van a tribute. Nagyon, nagyon nagy szerencséjük, hogy úgy mondjuk top lane-en Dehaka és Brightwing is. Kettő ugye bármikor be tud csatlakozni, ha a helyzet úgy hozza. De egyenlőre úgy néz ki, tényleg a Dignitas van helyzeti fölényben is, elhozzák a harmadik időtet, ez ilyen. Az első curse, ami nagyon nem lesz egészséges a Gale Force-nak, főleg, hogy már így is jócskán le vannak maradva XP-ben. Igen, butaság lett volna itt fightot forszolni. Yeah. A Dignitas már level 10-es volt, és igazán lett volna jó ötlet itt bármit is erősködni. Viszont most már legalább a Gale Force is elérte ugyanezt a heroic képességet, ilyen csak ott is. És szerintem amint lejár a curse, ők is kicsit agresszívebbek lehetnek, de a Dignitas már most agresszív. Szépen nagyon jól bekerítették a Dignitas-t a Gale Force emberei, és ez is hoztak kettő darab killt. És a Dignitas orientálódik a boss felé. És nagyon úgy néz ki, hogy ezt zavartalanul lehozhatják, de nem biztos, mert belelépett Zéla egy aknába. Ezzel a Gale Force most. Igen, el is indultak a boss felé. Egymásnak fog köszönni a két csapat. Viszont még nagyon szép van szóródva a Gale Force. De úgy dönt a Dignitas, hogy ott hagyja, és szerintem teljesen jogosan. Az ilyen eseteket szokták rosszabb ligákban Throw Boss-nak hívni. De a Dignitas nem vállalja be. Inkább egy Mercenary Camp-et indítanak el középen. Igen, próbálják azért úgymond nem üres járatban tölteni az időt. Minél több XP-t, minél több objektumot elhozni. Camp-et. És elkezdik újra azt a boss-t. Nagyon jó döntés, hogy most már ugye látták, hogy... ó! Oh. Hoppá, szünet van. Látszik, valami történt. Nem láttam pontosan a felugró ablak miatt, hogy kikért szünetet. De a kép alapján talán a Gale Force-nál lehet valami technikai probléma. Úgy néz ki, hogy valami náluk van. A Dignitas higgadtan ül és gondolkozik, nagyon látszik az arcok, hogy el vannak merülve a tervekben, a gondolatokban. Ha még jól láttam, akkor pont az alsó Mercenary Camp-et hozták el, és indultak el a
ahhoz a bosshoz, ahol a Gale Force már lefél HP-zt a boss-t. Úgyhogy valószínűleg a szünet után egy kisebb összetűzésnek nézünk majd elébe, ha jól láttam, hogy abba az irányba mentek. Ilyenkor tényleg jól jönne egy kis hang, hogy legalább nagyjából tudjuk, hogy mi történik. De már indul is a meccs, meg se vártak minket, hanem Dignitas hozza a lenti boss. Viszont érkezik a Gale Force, de későn, úgyhogy vissza is fordulnak. Lassúak voltak a srácok. Úgyhogy ez egy bossba került, amit most valószínű, hogy védeniük is kell. Úgyhogy ha minden igaz, és a srácok is úgy gondolkodnak, akkor mennek a Gale Force-nak a bossára. De, ahogy nézem, Equinox és Fan ezt nem nagyon szeretné hagyni. Kicsit szét vannak szorva. Össze-vissza mozogtak az előbb, ki a bossra indult, ki a Dignitas-t akarná akadályozni a másik bossban. De végül csak Brightwing és abba tűz marad oda lent. Igen, ott hagyják Brightwinget, hogy majd ő bedefeli a boss. Nem azt mondom, hogy a legjobb döntés, de mivel az egyetlen globáljuk így teljesen érthető, és meg is érkezik a fightba. Még egy tribute is ide spónol, nem elég a boss fight. Nem, szorult helyzetben van a Gale Force, a játék sem nekik kedvez, és beugrik a Dignitas, el is kapják Equinoxot, de érkezett a Cleanse. És jókkal jön ki a Régár, is ott a Void Prison, de nem tudnak helyezkedni rá a Gale Force-os srácok. Sajnos nem elég jó, ráadásul Mike már elhasználta az ultiát. Viszont túl mélyen bent volt. Equinox megint mélyen volt, igen. Zéla, gyönyörű volt az kapja. A taunt. Ugrás közben taunt-holták vissza Equinoxot. De nem jött el. Nagyon, nem jött nagyon el a várva várt. Egymásnak feszült a két csapat, de nem volt elég, hogy egy kill is összejöjjön a fájból, de talán most nagyon kapják a damage-et, és igen, a Gale Force-ról esik Leaming halott, és mindenki kevés HP-n tud csak kimenekülni, érkezik Falstad, de igen, talán összejön a két kill, a Caface már esett, Equinox el tud ugrani, és elég. Pont át tudott futni a kapun, mielőtt lelőtték volna. A cocktail damage-e nem volt elég, hogy befejezze azt a Muradint. Úgyhogy valószínű, hogy elhozzák ezt a boss-t. Két emberes előnyük van. Equinox pedig csak tehetetlenül végignézi, hogy elviszik a boss-t. Egyedül még a basszúrral sem nagyon tud mit kezdeni. Érkezik Karen is, de már késő. Fent is megindul egy boss. Hát elég nagy pressure van most a Dignitas oldaláról. A Gale Force eléggé el van nyomva, nem tudnak sok mindent hozzátenni a dolgokhoz. Ráadásul mindjárt 16-os ugye a Dignitas. Újabb talent előnyük lesz, nem beszélve a szint hátrányukról. Hát nagy a valószínűség, hogy ezt a tribute-ot is free-be odaadják. Nagyon sokat kell defelniük. Túl sokat. Nagyon el vannak nyomva, vissza vannak szorítva minden lénen. Ráadásul eddig 5-ből 5 tribute-ot a Dignitas hozott el. Az az Zeratul is mondhatjuk úgy rá van kényszerítve arra, hogy XP-t gyűjtsön, ahelyett, hogy mondjuk úgy, hogy egy dolgát tudná tenni, hogy gangből minél több killt összeszedni, ezzel XP előnyt kiharcolni, de hát nem igazán látom most használt ebbe a komba. Közben a képernyőjén a statisztikákat láthatjuk. Statisztikailag egyáltalán nincs lemaradva a Gale Force. Viszont valahogy mégis mindig kiszorulnak az objektívről is, és lényegben is hátrébb vannak, jobban együtt mozog a Dignitas. Szegény Fannak esélye se volt egyébként genkelni, tehát már régóta nem tudja a munkáját végezni, amit te is kiemeltél. Dignitas nagyon óvatosan együtt mozog. De most viszont talán a Gale Force, igen, most már mind a két csapat 16-os, és ott van az a bizonyos taunt, charge, fanon, de szerencsére ki tudott menni. Snitchen gyönyörű volt a cleanse.
érkezett a Predatoron és a mentés, nem esett el JPL ellentétben a Gale Force két játékosával, Fan és Karen puszilta meg a földet, és megint 2-0, talán még itt be tudnak hozni egy snitchet. Hát a Face is bajban van, mert nem nagyon akarja őt hazaengedni. És újabb körsz a Team Dignitas oldalán. Ez már nagyon fort, akarom mondani, keep gyanús. Főleg, hogy emberhátrányban is van a Gale Force. Emberhátrányban is van, és két oldalról is jöttek be. Ismét ott a charge, a taunt. Ák a Face-nek szerencséje volt, hogy ki tudott jönni az az abatúr. Shield nagyon kellett. Hát ez egy keep. Úgyhogy ezen a lénen már mondjuk úgy, hogy free-ben pushol a Dignitasnak a minion serege, katapulta megerősítve. És ismét mennek a bossra. Egy kép és egy boss. És egy boss az nem boss, úgyhogy lehet, hogy ezután fogják tudni bőven indítani a Gale Force bossát is. Végül visszafordultak ismét az akna miatt. Pedig szerintem bőven tudtak volna ott fightolni. Még akár a bosszal is. Viszont most Equinoxék erősködnek, gyönyörű a cleanse. Jó lehet. Megint Muradin van nagy bajban. Fantor gyönyörű lett most a Void Prison, de az a crash is. Menétől láthatunk egy nagyon jó gasztot, amivel a Void Prison-t használta fel a Gale Force ellen. És az egyetlen egy beragadt Equinoxot hagyta, lökte el a Gale Force csapatát. És ismét gyönyörű fightot indítanak, kitartanak amíg tudnak, de megint a Gale Force-től esik el egy ember. Valamit nem úgy csinálnak, ahogy kéne, vagy a Dignitasnak jobb a teamfightja. Hát nem tudom. Hát ezt nehéz így külsőnek megmondani, hogy vagy a Dignitas csinál valamit nagyon jól, vagy a Gale Force valamit nagyon rosszul. De az előző meccs után számomra eddig ez a meccs egy kicsit csalódás. Mintha egy kicsit szétesett volna a Gale Force. Valóban az előző mérkőzésen mondjuk úgy, hogy teljesítettek. Itt valóban nem látni a teljesítést. A Dignitas irányít, a saját játékukat erőltetik rájuk, nem tud hozzászólni a Gale Force. Érkezik a Taunt Charge, Equinox ki tud ugrani, és ismét Karen a Gale Force játékosa állította le a meccset, most résem voltam, hogy valami nagyon nem lehet oké és a Gale Force csapatánál. Hát valami technikai probléma lehet, vagy csak egyszerűen lagol a srác, vagy nem tudom. De megy is tovább. Megy, csak mi nem. A képet. Végül csak megkaptuk a képet, és így dől a lenti kép is. Mondjuk amit néztem, hogy Mike mindig Fant másolja le. Erős az a Zeratul, de én lehet, hogy inkább a Leaminget másolnám, mert főleg az ilyen kis helyeken, mint ahogy az előbb is ugye ott a Bruiser Campnél ott voltak, ott az a két orb, amikor berobban, az hatalmas damage. De hát mindegy, ők tudják. Igen, egyébként szerintem is Gleaming egy kicsit használhatóbb lenne, főleg, hogy ahogy néztem, Mike idejekorán elveszíti a klónt. Viszont a bossnál megy be, ismét a Gale Force próbálja Dignitas-t elcsenni a boss. És ott a Void Prison ezt kill, így van, esik végre, a Dignitasból is halnak páran. Már ketten meghaltak, még a Gale Force-tól mindenki él, de nincsenek sok HP-n. Zayla stázisban próbál elmenekülni, miközben JPL-t fogják elkapni. És egyesével hullanak a Dignitas tagjai. Így van, beindult Kroen. Jönnek a reszetek és csak ugrál az a Leaming, hullanak az emberek. Végre kihasználják a Leaming adta erősséget. Közben Menek acérkodik ott azzal, hogy megpróbál backdoorozni. De Akaface és Michael résen vannak azért.
És meg mennek is a srácok, nézd meg. Egyből. Szedjük le azt a képet, nem érdekel itt a kis tower a hátunk mögött. Nagyon pofátlan, de kell. Kell a Gale Force-nak, mert nagyon le vannak maradva lényügyileg. És megpróbálják befejezni. Nem vagyok benne biztos, hogy lesz rá idő. Főleg, hogy nincsenek sok HP-n. Hát ez lett volna az utolsó, amire gondolok, hogy a srácok rámennek a korra. Pedig rámennek, rohan bajban lehet, sőt bajban is van, fan is elesett, hát ez egy... Nagyon szoros, 16-17%-on van, és nem. Így, ennek a meccsnek úgy gondolom, hogy ez volt a végszava. De nem volt rossz ötlet, tehát tényleg nem sokon múlott. Nem volt rossz ötlet, de... Nem tudom, szerintem nem volt akkora damage bennük, tehát akkora sebzésük, hogy ez jó ötlet lehessen. Hát úgy voltak vele, hogy bejolózzák, mert teamfightokat csak egyet sikerült nyerni, és hát ha ez összejön. De erre tényleg nem számítottam, szerintem ők maguk se csak úgy egyszer azt ordította valaki, hogy YOLO! Igazából hát úgy esélyük lett volna, hogyha fannak nincs cooldownon az ultia, mármint a heroic képessége, mert leteszi oda a kapuba a Void Prison-t, hogy senki nem jön ki, és azt a 17%-ot le tudták volna ütni. Hát igen, az a Void Prison.